Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy a valóban által bevezetett projekttel kapcsolatosan az általános orvosi kar részvételével kapcsolódóan mondjak néhány szót önöknek. Mint ahogy ezt tanár is kifejtette, két fő komponensből áll a program. Az orvosi kar az átkomponens ezt a csatlakozni a sporthoz kapcsolódó egyetemi főiskolai képzések fejlesztése ürügyén. A sport értékéről, szerepéről tanár szintén részletesen kifejtette már a véleményét, csak annyiban csatlakozni hozzá, hogy a számára elérhető maximum a teljes lelki test és szociális jólét, a jelentetői szinten is egy nagyon komoly célkitűzés. A sport szerepe ennek az elérésében azt hiszem mindenütt egyértelmű. A sport a legjobb prevenció az egészségben is a megelőzés szempontjából. Ugyanakkor a média által egyre inkább a kultúrba kerülő problémák mellett sem mehetünk ezt szóval, természetesen az élsporttal, ami a célkeretben vannak, hirtelen szívhalálokban, nagyon súlyos időszakos sérülések a élsportban, csak a jéghegy csúcsa. A hétköznapi sportban is sokkal több probléma adódik. Ezért nagyon fontos, hogy a sporttal foglalkozó egy szakmai orvosi háttér is, ezen a sportorvoslás. Sportorvoslás az Európai Unióban is elismert szakosnak. Magyarországon alapszakképzést is megszerezte, ötödő rejtítésként is el lehet élni. Ugyanakkor itt a szakképzés el is veszélyesen áll fel, és nem az orvos egyetemekhez kötődik jelenleg. Az orvos egyeteneknek a graduális, a pozitúrás képzésben nincs jelenleg ilyen tantár. Jelenleg a országos szakképzés, az országos testnevelési egyetem, illetve az osaik végzik. Éppen ezért azt a célt tűztük ki, hogy a Szegedi Egyetem orvosi karának kapacitásait felhasználva tulajdonképpen kidolgozunk egy alaptantárgyat, amit a graduális képzésbe kívánnak elsősorban bevezetni, hát ez a közeledi cél. Illetve, hogyha ez működni fog, akkor távlati célként természetesen szeretnénk a tudományos kutatásait továbbfejlesztve a posztgraduális képzést is megszírozni. A megvalósításához egyrészt létrehoztunk egy önálló interdisziplinális munkacsoportot, aminek természetesen már van egy koncepció az egész oktatással kapcsolatban. Úgy gondoltuk, hogy a legjobban akkor járunk el, hogy ez a föld mérjük a hallgató igényeket, hogy ők hogy képzelik el ezt a tárgyat, mit szeretnének főleg hangsúlyozni. Éppen ezért az oktatási stratégiát csak a hallgató igények felmérése után gondolnánk véglegesen kidolgozni, csak a rendszer összeállt, akkor gondolnánk a tanták bevezetését csak. Éppen ezért az első lépésként már megtörtént éppen a létrehozásának a munkacsoportnak. Alapvetően a sportolvosság világszerte három fő szakterületen áll, a sport élettanon belül, illetve a sportcsebészeten. A szervezeti adaptációval foglalkozik elsősorban az élettan, sport belgyógyászaton belül főleg a kardiológia domináns, mint ez az egyik legfontosabb szervezet a sportolásban. A sportcsebészet foglalkozik természetesen nem csak a sérülésekkel, ellátással, hanem a sport általában megelőzésével, a kezelésével is. Ez csak a fő oldal, de természetesen nagyon sok más szakma is kapcsolódik hozzá. A sportpszichológia, a végzési adaptáció, a fiatalkorú sportolók foglalkoztatása természetesen mind külön szakembereket igényel, illetve hogyha szélesebb kontextusban nézzük a dolgot, akkor az alaptudományok, a kutatások, az élet, a biokémia, táplálkozós tudomány szerepe is megkerülhetetlen ebben az egészben. Éppen ezért a általunk létrehozott kis csapat tulajdonképpen interdisziplináris együttes, részt vesznek benne sportsebészettel foglalkozó traumatológusok, belgyógyászok, akik főleg a sportkardiológiai vonalat erősíti, szakképzett sportorvos, szakorvos, illetve elméleti kutatói intézet tagjai egyaránt. A hallgatók igények felmérésére egy hallgatói kérdélyet alkottunk, amivel tulajdonképpen megkérdezett a hallgatók véleményét magában a tájról, ennek fontosságáról, az, hogy milyen szinten óhajtanák tulajdonképpen ezt tanulni, hova illeszkedjen tulajdonképpen az egyetemi képzésre, illetve a tárgyon belül milyen rész területek érdeklik őket elsősorban, hogy a hangsúlyokat ezekre tudjuk nincsen ráhelyezni. Illetve a gyakorlati képzés nagyon fontosnak vélemény, a különböző gyakorlati színhelyeket is pontosztatjuk a hallgatókkal, hogy melyik részére lennének elsősorban kíváncsiak. Hogy egy kicsit a hallgatóknak az affinitását növeljük, ilyen tükröt találtunk ki, hogy azoknak, akik ebben részt akarnak lenni, felajánlunk egy komplex ilyen csomagot felméréssel együtt, mivel a saját kibejlátatokat is meg tudják határozni. Ezt továbbfejlesztendő, hogy ezt az évelején megcsinálják, és közben pedig aktívan sportolnak is,
tulajdonképpen persze lehet ellenőrizni, hogy milyen hatásosságú volt az Illézsin. Ebből akár egy külön kutatási projekt is indulhatnak. Az utazási stratégia kidolgozását ezután gondolom át, amikor megvan a hallgató visszajelzés, természetesen szükség lesz a különböző nemzetközi és a Magyarországon is elérhető szakmai anyagok beszerzésére ezeket átnézni, hogy mennyi találtam természetesen a spanyol viaszában a működő dolgokat természetesen átvenni. Ezeket megalapítva speciális jegyzetet gondolnánk elkészíteni, mint a hallgatók részére számunk. És hogyha ez mind összeáll, akkor a tényleges tanterv megvalósítását is napirendre tűznénk. A tantárgy bevezetése pedig a következő lépcsőfok lenne. Ez a lábjára mutatná a mostani elképzelésünk szerinti ütemtervet. Megvalósult már a munkacsapat, elkészültek a kérdőidek, szakmai anyagok beszerzés is már folyamatban van. Természetesen 2014 első negyedévére gondolnánk a hallgatói kiértékeléseket, és ennek megfelelően elkezdenünk a jegyzetírás feladatát, valamint a tantárgy kidolgozását. És hogyha ez minden összeállt, akkor a 2014 második fél évben beindulhatna tulajdonképpen próból jelenni egy olyan kollégiumi oktatás, ami a orvostalmatoknak és sportolvosnak alapjait megszélető tantárgyról szólna. Természetesen ez csak egy kezdő alap, ami a közvetlenül kapcsolódik a projekthez, de tulajdonképpen az ebben belegondol, ezt az még tovább lehet tárítani egy komplex nemzetközi hitelképzésekből, azt is említettem, és egy regionális centrum fejlesztésével. Köszönöm a figyelmet.